Magyarország eddigi legnagyobb pénzügyi botránya elérte Beremendet is, hiszen a Budakés Brokerház bukása magával rántotta a DRB bankot is, melynek Beremendel is van fiókja. Beremendet is elérte a pénzügyi botrány, és itt most sorba álltak, milyen információt tudtok most? Hát a legfrissebb információ, amiről én tudok, az a Hír TV-ből értesültem erről, hogy a mai nappal 60 ezer forintot lehet fölvenni állítólag a folyószámlákról. Na most hát nyilvánvalóan mindenki úgy van ezzel, az előző limitet tekintve, ami 100 000 forint volt, hogy hát eljön és megpróbálja fölvenni ezt a pénzt, mivel hát nyilvánvalóan a napi teendők és fizetők fizetnivalókat, hát azért valahogy rendezni kéne, majd próbálkozunk, hogy hát ha legalább ez az összeghez hozzájutunk a mai nap is, meg hát még plusz információhoz remélem valamit azért csak mondanak, ha mondanak. Egyáltalán mi a véleményed erről a kialakult helyzetről? Tehát egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag egy brokerház bukása magával rántotta a térség egyik eddig legstabilabbnak tűnő bankját. Igen, ez szerintem mindenkit nagyon váratlanul ért. Hát én úgy gondolom, hogy elég komoly tradícióra rendelkezett ez az úgynevezett DRB bank, ami előtte takarék szövetkezet volt. Hát én megdöbbentőnek tartom a helyzetet. Ez valamennyire én úgy gondolom, hogy a magyar viszonyokat én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hülyen visszatükrözi. Nyilvánvalóan azért hallottunk már különböző bankok csődbe menetéről az utóbbi időben. Amíg az embert ezt közelről nem érintette, nem is gondolt rá, hogy ez akár vele is megtörténhet, de összegészében én azt mondom a mai fejemmel, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon elszomorítónak tartom ezt a helyzetet. A hét elején a Budakés Brokerház botránya borzolta a kedélyeket, akkor még azt gondoltuk, hogy ez egy hír a számunkra, aztán sajnos kiderült, hogy a Budakés Brokerház az a DRB banknak a többségi tulajdonosa, innentől kezdve viszont vastagon érint bennünket is ez a történet, egész pontosan hogyan. Hát sajnálatos mód az önkormányzatnak is itt a DRB Beremendi fiókjában volt bent a pénzünk. Abban az időben úgy gondoltuk, hogy támogatjuk, hogy Beremenden munkahelyek megmaradjanak, és ezért lett idehozva. Most ilyen problémáink vannak, és nem tudunk hozzájutni a pénzhez, muszáj tovább lépnünk, és egy másik banknál nyitottunk már bankszámlát. Ma már nyitottunk, a főszámlánk megvan, most az alszámlákat intézik, az is ma estére vagy holnap reggelre már meg lesz teljes mértékben, és akkor tudunk tovább lépni. Most ma ki is mentek levelek az embereknek, hogy pillanatilag ne fizessenek, ne utaljanak sehol, mert befelé bemegy, és kifelé meg nem tudjuk kihozni a pénzt, ezért kicsit várjanak. Ahogy elrendeztük, fogunk megadni bankszámlát, hogy hova lehet utalni, vagy csekket fogunk kirakni, úgy, mint ahogy azelőtt volt a gépjárműnél, internet, kábel TV, ezek mind visszatérünk a csekkes befizetésre. Igazából nincs más lehetőségünk. Igazából akkor most gyakorlatilag tűzoltás folyik, hiszen az események után kell, hogy menjünk. Meglátjuk majd, mire forja ki magát az egész. Amiben nyugodtak lehetnek talán az emberek, hogy azért az önkormányzat mindent elkövet azért, hogy az ő ellátásaik azok meg legyenek szervezve. Mindenképpen minden dolgozónak el akarjuk intézni, hogy egy-két nap különbsége, de fizetések meglegyenek. Tehát senki, én látom azt, hogyha egy-két napot csúszunk, akkor már milyen nagy problémák vannak itt a településen, hogy gyakorlatilag nincs miből kenyeret venni. Ezért nagyon erőködünk ezen az egészen, hogy legyen időbe pénzünk. És ezért most megpróbálunk mindent megtenni, hogy erre a számlára majd begyűjtünk előre olyan pénzeket, amiket megkérünk nagyobb vállalkozókat, hogy fizessenek be előre adókat.